Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora. Yo me levanté un lunes antes de hablar. Usé mi bajío en mano y a la mar me fui a lavar y el sol de la hierba yo me iré a dormir. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Bleier Gábor. Két nagyon régi kedves ismerősömmel ülök itt szembe, Pandaridis Dinával és Sipos Barbarával, és legelőször is Barbarához fordulnék, hogy mi adta az apropóját, hogy megint ilyen rövid időn belül újra összeültünk. Hát ugye elkezdődött a jazzzel a világ körül második évadja, és túl vagyunk az első koncerten, és nagyon közeledik a Dináéknak a koncertje, úgyhogy erről gondoltam, érdemes lesz beszélgetni. Igen, ha esetleg elmondanod, hogy mikor lesz az a koncert. Április 7-én lesz, 19 órától az Ádám villában. Mi volt a évadnyitó, vagyis a második ciklusnak a nyitó koncertje a véleményed? Az első koncert, ugye múlt hét csütörtökön volt, Lilian és Kónyai Tibor jött el hozzánk. Nagyon-nagyon jó koncert volt, tehát nagyon élvezetes. Liliannek a hangja bámulatos, és rengeteg spanyol volt, egy magyar szám, angol számokat is énekelt. Portugálokat is. Portugálokat is, igen, pontosan, úgyhogy tényleg nagyon élvezetes volt, és nagyon jó hangulatban. És tényleg ezer arccal mutatott be egy csomó minden dolgot. Így van. Dinához fordulok, hogy ha jól tudom, duóba fogtok fellépni. Igen. Ki az az úriember, akivel ezt prezentálni fogod, ezt a koncertet? Lam Dávid gitárművész, ő a zenésztársam, aki kísérni fog vele. Főként szefárdalokat szoktunk játszani, de van jazz repertoárunk is, és ez egy olyan különleges alkalom lesz, amikor ez a kettő ötvöződik.
Dávidról mit lehet tudni? Már voltál itt és beszéltünk róla, de egy picit hagyj ismerjük meg jobban, mint hogy a klub a hangulatából is egy ilyen nagyon személyiség sugárzik, ezt majd Barbara megerősíti. Most Dávidról főként azt kell tudni, hogy amellett, hogy nagyon profi zenész, végtelenül érzékeny és izgalmas gitárjátékot tud felmutatni, és rengeteg különféle formációban megfordult már, a Szalóki Ágit kísérte, Paja Beát kísérte, Balázs Elemér grupban tag volt, tehát nagyon sokféle formációban megfordult, és az a nagy szerencsém, hogy mellettem kitart, mert negyedik éve, és amellett, hogy fantasztikus zenész, csodálatos barát is. És egy nagyon-nagyon jó harmonikus együttműködés van köztetek, ez a színpadon is látszik. Igen, így is érezzük. Nagyon szeretünk együtt dolgozni. Egy picikét, aki még életben nem hallott Ladino és Szefád zenét, mert most nem teljesen abak közegbe fogsz mozogni, mint eddig, hanem egy teljesen új közönség előtt, aki már törzs közönség és egyre bővül, de kevés intuíciók vagy ismeretük van arra. Picit mesélj arról, hogy milyen világba viszed el, mert a jazz mellett őket. Na most a Szefárd zenének azt az aspektusát mutatom meg, ami nem a nagyon vad, nem a nagyon autentikus Ladino Szefárd zene, tehát itt most nem a középkori spanyol zsidók zenéjét kell elképzelni, hanem kiválasztottunk olyan dalokat, amelyek nagyon közel állnak, akár vagy közel állhatnak a jazz világához, mint például az Adió Querida, vagy az Una Noche Más, amely egy ezek olyan érzelemgazdag, nagyon-nagyon erőteljesen szenvedélyes, szerelmes dalok, amelyek amellett, hogy a spanyol, az argentin, a portugál érzéseket hordozzák magukban, emellett gyönyörűen elegyíthetők a jazz elemeivel, és ezt a kis kis világot, kis dimenziót fogjuk bemutatni, ami azért is nagyon nagyon különleges, mert eddig általában vagy egy jazz produkciónk volt, vagy Szefád produkciónk egy este során, de itt most egy ilyen kis ötvözött mini tehát csoda. Tehát magatokhoz képest is egy teljesen új világba fogtok el, egy nagyon fogyasztható, nagy közönség által is élvezhető világba fogtok el kalauzolni. Azért olyan zenékkel fog találkozni egy átlagos hallgató, amit eddig még nem hallott. Igen, abszolút. Kicsit Barbarához fordulok megint, mert mondtam, hogy majdnem, hogy itt már törzs közönség van, szintén klubhangulatú. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát, hogy aki oda bejön, mit lát, mivel találkozik? Ugye maga a helyszín az Ádám villa, ami a Városligeti Fasoron van, egy gyönyörű szép villa, gyönyörű szép kerttel, és ez egy kisebb létszámú koncerteknek tud helyet adni, tehát ilyen 60-80 fő maximum, és tényleg most már elmondhatjuk azt, hogy ilyen törzs közönségünk van, tehát, hogy akik egy koncertre jönnek, azok szinte az összesre el is jönnek, de bővülünk folyamatosan. Úgyhogy végül is... Igen, tényleg, aki már oda eljött, akkor ott már olyan arcok köszönnek vissza, akiket már is ismer. Tehát nem csak a közönség, de akár a technikusi gárda is már szinte része a csapatnak, és együtt él a zenészekkel. Tehát tulajdonképpen az egész dolog, amit összehoztatok, egy szerves egységként működik. Igen, most már elmondhatjuk így a második évad elején, hogy igen, ez most már egy olyan csapat, ami nagyon jól és nagyon dinamikusan működik együtt. Egy picit még beszéljünk arról, hogy ugye a sorozat célja az volt, hogy jazzel a világ különböző zenéjét, kultúráját mutassuk be. Mennyire vált be, mennyire láttad ezt ilyen oktató jellegűnek, mennyire láttad ilyen szórakoztató jellegűnek? Mi a benyomásatok? Én inkább szórakoztató oktatásnak mondanám. Tehát, hogy nagyon sokféle zenét hallhattunk az elmúlt egy év alatt, vagy hát egy évad alatt. Tehát tényleg ott is volt minden, a spanyol, magyar, kubai. Igen, volt, azt hiszem, kubaival kezdtünk. Elzavaival és Villant Gáborral, aztán utána jött egy nagyon érdekes formáció, egy világzenei, jazz és balkáni. Igen, az Elhinger, és Csurkuja
Ehinger Csurka projekt, igen, aztán volt egy különleges karácsonyi koncert, igen. És a spanyol-magyar duóval zárult a tavalyra évben és magyar buliban, és ugyanezt a vonalat próbáljuk felvinni. Tehát úgy érzed, hogy aki mondjuk nem nagyon volt még benne egy ilyen sodorban, az kicsit szélesebben látja ezt a világot? Te például ez hogy egyértelmű. Egyértelmű. Én ezt már legutóbb is elmondtam, hogy én annyira nem voltam nagy jazzrajongó, de most már annyira megkedveltem ezek által, a zenészek által, hogy ki nem hagynám bármelyik koncertet is, sőt, ugye megyek most már nem csak a saját rendezésű koncertekre, hanem más által rendezettekre is. Szóval mindenképpen azt gondolom, hogy aki nem is annyira áll közel ehhez a műfajhoz, az is megtalálhatja benne önmagát. Szerinted, Dina, fontos egy ilyen kultúrmisszió, hogy mind a világ, mind a jazz zenéjét egy ilyen kultúrált, nagyon fogyasztható sorozaton belül bemutassuk? Rettentő fontos, mert azt gondolom, hogy a zene nyelve az egy univerzális nyelv. Na most ezek a dalok, ahogyan mi előadjuk, ez nem egy öncélú, végtelenül hosszúra nyújtott improvizációkkal tűzdelt, nagyon mély koncentrációt igénylő valami, hanem ez egy olyan egyszerű formában tolmácsolt kis gyönyörűség, egy kis ékszerdoboz, ami rögtön eljut az emberek szívéhez, mert ő egyszerűen, őszintén és szívből előadjuk ezeket a dalokat, ezeket az ismert dalokat és a standardeket, amelyeket azért elég sokan ismernek, nem csak a jazz rajongók, de mégis nem egy ilyen agyonnyúzott, elcsépelt, leporolt valamiről van szó, hanem egy nagyon friss, újszerű formában előadott kis csomagról. Ezt bárki tudja élvezni, a nagymamám odaülésűnek is nagyon fog tetszeni, pedig ő aztán nem a jazzen és a világzenén nőtt fel. Ezt egyébként meg tudom erősíteni, mert elég sok Lam Dávid, illetve Dina koncerten voltam, sőt volt, amikor együttesen léptetek fel, és nagyon-nagyon érzékeny módon tudod megszólítani a legkülönböző féle és fajta embereket. Olyanfajta érzékeny csatornád van ehhez, hogy szinte a rezgéseidet tudod átadni. Nagyon remélem, hogy sikerül. Fontos egyébként az értő közönség, vagy hogy kik ülnek veled szembe, vagy szoktad figyelni, vagy ez neked független? Mindig megpróbálok ráhangolódni az adott közönségre. Sokszor előfordul az, hogy a produkció közben változik a műsor. Tehát érzékelem, hogy most ide nem az kell, amit eredetileg elképzeltem, hanem ez a dal, vagy az a dal sokkal jobban megérkezik a közönség szívéhez. Tehát szerintem nagyon fontos egyfajta metakommunikáció a közönséggel, tehát a szavakon túli. Egyszerűen rá kell hangolódni azokra az emberekre, akik megjelennek, és ez egy oda-vissza interaktív folyamattá válik. Bocsánat, hogy így fogalmazom, azt hiszem a te életedben, erről már beszéltünk egyszer régebbi riportban is, ez a fajta spiritualitás, odafigyelés, vagy érzelmek és metakommunikáció átadása neked nagyon fontos. Igen, igen. Hát ez az eszenciája annak, amit csinálok. Talán az életén zenész is. Biztosan. És én Barbarához fordulok, hogyha jól tudom, akkor ezután a koncert után még a második évadban két koncert lesz, erről tudunk-e valamit mondani? Így van, május 12-én lesz a Gerendás Péternek egy ilyen egyszemélyes performance? Igen, egy gitárral és jó magával fog a színpadon állni, és az utolsó, a záró pedig június 12-én lesz a Chameleon Quintet Vojnics Attilával, ugye, aki az egyik média partnerünk is. Igen. Úgyhogy még ez a két koncert várható. Igen, az ugye kicsit a blues történet és a jazz történetet próbálja. Igen. Ott legalább 5-6 lesznek a színpadon, az eddigi megszokást kicsit eltérünk. Így van, általában ugye 2 jönnek, maximum 3, és most itt 6 ember fog állni a színpadon. Igen, arról lehet-e már valamit tudni, hogy lesz-e 3. évad? Én nagyon bízom benne, hogy lesz.
Sőt, mondjuk ki, hogy lesz. Úgyhogy nagyon, nagyon várom, hogy kik lesznek abban az évadban. Igen. Ott még nem tudunk semmilyen konkrétumot. Hogy most egy ilyen, amiről már beszélgettünk, hogy egy ilyen egyeztetésféle lesz, hogy kicsit vadászni fogtok, vagy fogunk azokra a produkciókra, akik a harmadik évadot, tehát hogy megfelelő módon tudjuk ezt képviselni. Pontosan, is egyébként keresnek is meg minket direktbe zenekarok, hogy van-e lehetőség fellépni, vagy hogy lesz-e valamikor esetleg olyan, hogy tudunk velük együtt dolgozni, hát őket nyilván számon tartjuk, és ha úgy van, akkor el fogjuk őket hívni. Illetve még egy, amit sosem szoktunk kihagyni, hogy ha jól tudom, most már egy egész nagy támogatói csoport van a hátatok mögött, mind technikai segítségben, mind média támogatás, és mind pedig szponzorációs. Erről hallhatnánk valamit a kialakulásáról, hogy kik ezek, és hogy mennyiben segítenek a rendezvényben. Nyilván a szponzorok és tehát az összes partnerünk nagyon nagy segítség a koncertnek a gördülékeny levezénylésében. Ugye vannak a kiemelt partnerünk és szponzorunk a Progen Kft., van az Energens Kft. És a fémmennyezet.hu, ők a fő szponzoraink, vannak média partnereink, ugye a Melódiák, a Muzsikus Rádió, a Rádióku, Kontakt Rádió, az utazitthon.hu, az utazitthon.hu, igen, pontosan, és ugye most van még egy támogatónk, a Valdó, aki a Prosecco-t hozza nekünk minden koncertre. Igen, ez egy tulajdonképpen egy gasztronómiai tudatunkat próbálja nemesíteni, vagy igen. Szélesíteni. Továbbá van még a Fullprint Kft., aki a jegynyomtatásban és mindenféle plakátnyomtatásban segít minket. Egyébként láttam akár a jegyeket, akár a plakátokat. Nagyon-nagyon szép munka, nagyon szépen gusztusosan vannak összerakva. Mm. Ez kinek a... Ez a főnököm érdeme. Asbót István csinálta meg. A weboldal is az ő keze munkája, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre az oldalra is. A jegyeket, meg a plakátokat, meg a weboldalt? Igen, plakátot láttam csak, de nagyon, nagyon klassz. Weboldalt nem? Nem, még nem láttam. Érdemes. Elmondod esetleg a címét, hogyha Dina... Igen, a jazzkoncert.hu. Jó, megnézem. És azon belül, hogyha speciálisan erre a koncertre vagytok kíváncsiak, akkor nagyon szépek, tehát megkeresitek a koncerteket, azon belül a Dina Lam-Dávid duót, azon belül nagyon-nagyon szép fotóképeket fogtok látni Dináról és Dávidról. És videókat is. Videókat, és nagyon szép leírásokat, tehát akinek abszolút nincs kép, és nem tudja, hogy eljön, ne jön, ez alapján bőven el tudja dönteni. A másik kérdésem Dinának lassan a szünet előtt, hogy ha jól tudom, most jelent meg egy lemezetek. Igen, ez a második nagy lemezünk. Az elsőnek az volt a cím, hogy Durme Durme, amely szintén egy Szefárd dalnak a nevét viselte, ez a lemez. A második lemezünk főként Szefárd dalokat tartalmaz, de emellett görög, török, héber, kurd dalok is szerepelnek a lemezen. Ez Dina Hamavdil nevet viseli, és egy igazi világzenei csemege. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Gondolom, hogyha valaki meg akarja venni, akkor a koncerten tud, vagy ismerkedni a CD-vel is. Természetesen lesz nálunk. Ez a lemezen hanyan játszottok a nagy együttes? A teljes felállás játszik rajta, tehát a Dina zenekar, amelynek a tagjait akkor most meg is ragadnám az alkalmat, hogy bemutassam. Csak nyugodtan. Szokolai Dongó Balázs, a fúvósunk, akinek a nevét azt gondolom, hogy aki a világzenében jártas, mindenki ismeri. Dés András az ütősünk, akit szintén nem kell bemutatni, hiszen egy fantasztikus zenész, és Lam Dávid a gitárosunk, én pedig az énekes vagyok, és így alkotjuk a Dina zenekart. Igen, és nagyon érdekes volt, hogy ahogy szépen bővül a repertoáratok, és ezennyi felé kezdtek el, de azért kereket
teket tartva kirándulni. Igen. Ez talán annak is köszönhet, hogy négy ennyire más egyéniség játszik a zenekarba? Igen, ez egy iszonyúan színes kis mini társadalom, ami itt kialakult, és mindenféle érdekes újfajta repertoárok is létrejönnek. Például a Szokolai Dongó Balázsal van egy duónk, és kifejezetten középkori spirituális zenéket játszunk, például keresztény énekeket, szír keresztény dalt, mindenféle ősi szakrális dalokat, mint például a Máriam Mátrem, vagy a... Tehát elég sok, nagyon-nagyon széles a spektrum, és ezek az ősi keresztény dalok egyáltalán nem a megszokott formában csendülnek fel, hanem egy nagyon sajátos, a saját képünkre formált, mégis abszolút autentikusnak ható formában. Azt hiszem, most annyira felkeltetted az érdeklődésemet, hogy ezt mindenképpen kell hallanom. Tudsz már valamit mondani, hogy legközelebb mikor fogtok ebben fellépni? Most nem tudom, hiszen ennek igazából decemberben volt a szezonja, hiszen karácsonykor sok ilyen típusú fellépésünk volt. Abban biztos vagyok, hogy a következő karácsonykor lesz, viszont felvettünk most egy demót, amelyen ilyen dalok szerepelnek, úgyhogy... Érdeklődve hallgatjuk őket. De és annál szintén nem kell bemutatni, aki akár Pajabajával, de ez mondjuk igaz Szokolai Dongó Balázssal, akár a legkülönbözőbb jazzformációkban játszik, és igazán egy nagy kiemelkedő ütőse a magyar jazz és világzenei életnek. Így van, igen. Mennyi idős az ismerettséged vele? 2012-ben jelent meg a lemez, az első nagy lemezünk, és előtte nem sokkal ismertem meg, és ennek a lemeznek az apropóján kerültünk mi össze, amely olyan pozitív élmény volt mindannyiunk számára, hogy egyértelmű volt, hogy folytatjuk, és megmarad a zenekar. Aha. Módon volt szinte az első egyik első koncertetekben, aztán Patyolatban? Ott is, de a leges-legelső lemezbemutató koncertünk a Bálint Házban volt. Rendben, akkor én azt mondom, hogy most hallgassunk egy kis zenét, a szünet után visszatérünk és folytatjuk tovább a beszélgetésünket. במשקל הכל מנוי, כולם נתקל
Szünetben nagyon sok izgalmas témáról beszéltünk, kifejezetten a koncerttel kapcsolatban, meg a koncertkezdéssel kapcsolatban. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek majd, hogy a közönség hogy fog reagálni arra fajta világra, amit mutatsz. És itt az is el lehet árulni, hogy milyen dalokkal fogsz kezdeni. Vagy azt még nem tudod így. Ez legyen egyelőre titok. Ami teljesen biztos, hogy a Dáviddal a specialitásunk a szerelmes zene. Tehát valami miatt ő is egy ilyen hőszerelmes típus, én is az vagyok, nagyon mélyen át tudjuk élni a drámát, a szerelem drámáját, úgyhogy gyönyörű szerelmes dalokra biztos, hogy lehet majd számítani. Akkor pároknak. Nem csak. Úgyhogy, ha jól tudom, most már struktúrában is egyre jobban szélesítitek ki a lehetőségeket az Ádám Villába, hogy már diákjegy is van, meg nyugdíjas jegy, meg bérletet adtok ki, tehát itt most már kifejezetten egyre nagyobb célközönséget. Igen, és már egy ideje jegy.hu-n is árusítunk jegyeket, van normál jegyünk, és nyugdíjas és diákjegyünk is, ami kedvezményesebb. Te jártál valaha az Ádám Villába, Dina? Tudod, hogy milyen? Nem, én még sosem voltam, úgyhogy ez most itt nagyszerű alkalom lesz. Az az igazság, hogy eddig még nem volt koncerthelyszín, vagy kevésbé, viszont ahány zenész oda ment, az mind el volt ragadtatva attól, amit ott látott. Tehát egy nagyon-nagyon kultúrált, nagyon patinás környezetben, de erről talán a Barbara jobban tudna mesélni. Igen, ez egy 1920-ban épült neobarokk villa, amit dr. Ádám Lajos épített a feleségének, aki egy grófnő volt, és ugye azóta sok kézben volt már, és most egy ideje mi vagyunk az üzemeltetői, és próbáljuk ugye szélesíteni azt, hogy mire lehetne ezt használni, tehát eddig partnertalálkozókat, konferenciákat, nagyon szeretik esküvőre a párok, és most egy éve volt a főnökömnek az ötlete Tárnyik Pálnak, hogy ő szeretne koncerteket, ilyen jazz koncerteket, és akkor Gáborra karöltve ezt el is kezdték, és meg is valósították ugye az első évadot, és tényleg az összes zenész nagyon-nagyon szereti, és szeretnének jönni, visszajönni, vagy ellátogatnak más koncertekre is hozzánk, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szép, nagyon szépen megépített épület. Egyébként
hamar erről beszéltünk, de beszéltünk már a légköréről, beszéltünk már a történetéről, de, és egy kicsit az ügyben fagantának Barbarát, egy kicsit fantáziájuk, hogy hogyan tudnád elképzelni a jövőt, hogyha lesz több évad, akkor milyen perspektívába tudnátok, vagy tudnánk elmenni, mert ugye ez kiderült, hogy én is valamennyire része vagyok a folyamatnak. Tehát mire gondolsz? Teszem azt, nagyobb együttesek, vagy szélesebb közönség, vagy van-e ilyen tervetek? Persze, hát nagyon sok tervünk van, tehát szeretnénk ugye, tehát minél nagyobbak lenni ezen a téren is, tehát hogy minél nagyobb koncerteket, minél több előadót elhívni, minél nagyobb zenekarokat, és minél több vendéget befogadni. Szóval vannak tervek, amik megvalósításra várnak, de ez nyilván majd a harmadik, vagy akár a negyedik évattól lesz. Igen, azt kell tudni, hogy az évad úgy néz ki, hogy 4 hónap egy évad. Igen, És nagyjából... Tehát az első évadot azt az első 6 hónapban le... Igen, tehát 4 hónap koncert, minden hónapban más, egy hónap pihenő, ami alatt újra tervezzük a dolgokat, és utána következik a második 4 hónap. Igen. Majd nagyon reméljük, hogy egy idő után harmadik is. Dinától kérdezem, hogy te amikor zenékbe hogy töltekezel fel, miket hallgatsz, amikor nem, vagy milyen koncertre jársz, amikor nem a saját dolgaidat csinálod? Persze tudom, nagyon elfoglalt vagy amúgy az életben, mert ugye 2 kisgyereked van, és rengeteg tevékenységed, de belefér-e az, hogy még hallgass a zenéket, vagy koncertre járjál? Hát sajnos korlátozottak a lehetőségeim, mert hogy igen, hogy egyedülálló anyuka vagyok 2 kicsi gyerekkel, tehát ebbe azért nem sok minden fér bele pluszban. Viszont mindig próbálok töltekezni, amikor csak tudok zeneileg, és sok különféle impulzust beengedni. És természetesen, ami nagyon fontos, hogy a gyerekeimet is bevonni a zenei töltekezésbe, és például a Szukolai Dongó Balázs kedves művész zenésztársamnak is el szoktunk menni a gyerekkoncertjére. Igazából én ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy már kicsikortól őket is bevonjam a minőségi zenébe, és hazahozzuk a zenéket, tehát úgy értem, hogy az otthonunk megtelik zenével, ha együtt hallgatunk a gyerekekkel zenét, és együtt táncolunk, és együtt énekelünk, és engem ez is nagyon feltölt, és szinten tud tartani. És hogy látod, a gyerekeid utánpótlás lesz bennük, vagy már affinitás van benne a zenére? Tehát mennyire látod őket muzikálisnak? A nagyobbik fiamon abszolút érzem ezt. Ő egy végtelenül érzékeny kisgyerek, és iszonyú erős vonzalma van a zenéhez és a hangszerekhez, és már ilyen pici korban, hát 3,5 éves kisfiúról beszélünk, megmutatkozik az, hogy például a Bartók, román népi táncok a kedvenc zenéje, és arra akar folyton táncolni, és folyton követeli, hogy kapcsold be a Dongó bácsit! Szóval én azt gondolom, hogy ha utánpótlás, akkor ő biztos az lesz. Sose tudom ki, hogy amikor itt vagy, és arra már beszéltünk, hogy te elvileg nem csak hallgatod ezeket a népeknek a zenét, hanem nagyon sok hely meg is fordultál a világba, tehát élőben táplálkoztál ezekből a dolgokból. Egy párat felsorolnál, ahol voltál? Igen. Hosszabban? Igen, ami számomra a meghatározóbb volt, ez a Nepál-India túra, amit fél évig csináltunk az akkori barátommal végig, és az tényleg egy olyan élmény volt, hogy mi nem úgy éltük ezt meg, hogy turisták vagyunk, nem vittünk fényképezőgépet, nem vittünk mobiltelefont, bankkártyát, semmit. A hátizsákunkat vittük, magunkat vittük, és az impulzusokat, a zenei élményeket magunkba szívtuk. Kerala, Dél-India tartománya, és ott például a katakali zenétől elkezdve mindenféle indiai rágát hallgattunk, és a mai napig azt érzem, hogy életem egyik legmeghatározóbb időszaka volt. Mennyi idő volt?
Nepálban töltöttünk 3 hónapot, és ugyanúgy 3 hónapot Indiában, és főleg Dél-Indiában, tehát Tamil Naduban és Keralában. Nagyon izgalmas lehetett. Nagyon. Nem volt utána furcsa hazajönni, és egy picit megnyugodni itthon? Rettenetes volt. Én nem akartam hazajönni. Hát engem annyira megérintett a hely szelleme, hogy legszívesebben örökre ott maradtam volna. Azt hiszem, ez rámutat arra a művészi attitűdre, vagy arra a mentalitásra, hogy te egy nagyon nyitott ember vagy, és nagyon érdeklődő a világ szerint. Csak itt van egy másik dolog, hogy először nyitsz, és befogadsz, és utána viszont ki kell, hogy add ezeket a dolgokat magadból, és ez átismerjen a közönségnek. Mi a fontosabb a te életedben, a befogadás, vagy az, hogy utána erről beszélsz, vagy egyáltalán kell-e a kettő köz különbséget tenni? Én egy rettentően ellentmondásos személyiség vagyok, mert egyrészt nagyon introvertált, tehát fogadom be a kis minden apróságot, a minden apró kis rezzenést, másrészt viszont muszáj kiadnom magamból az érzelmeimet, mert megbetegszem, hogyha ez nem történik meg. Tehát ez egy állandó, hullámzó folyamat. Befogadom, és kiadom. És az érzelmek során is arra próbálok törekedni, amikor átadom a közönségnek, hogy ez ne egyfajta öncélú, magamutogató attitűd legyen, hanem én nekem van egy olyan filozófiám, hogy minden koncert előtt hagyok magamnak egy percet arra, hogy behunjam a szemem is, és azt kérjem az Istentől, vagy a valódi természetemtől, hogy egy kis szeretetet, egy kis békét, egy kis örömet adjak az embereknek, hogy mindig ez a cél. Azért szeretek veled beszélgetni egyébként, és most már harmadszor vagy negyedszer, akár rádióban, akár nyilvánosság előtt, vagy akár privátban, mert hát annyira emberien meg tudod fogalmazni a legnagyobb problémákat, amik körülvesznek minket. Hogy látod, ez a mai magyar közegből, vagy az emberekből hiányzik, vagy megvan ez a fajta befogadás, vagy kiadás, vagy közlési mód? Én nagyon bízom benne, hogy hiába rakódott ránk ez a vastag réteg, ez a páncél, azért el lehet jutni a lényegig. Én azt tapasztalom, hogy el lehet jutni. És újból és újból megélem ezt, hogy legyen az a legkülönfélébb közönség. Például játszottunk katolikus közönségnek keresztény zenét, ami abszolút nem egy hazai pálya számomra. És mégis el tudtunk jutni az emberekig. Én azt gondolom, hogy az ember őszinte azzal nem lőhet mellé soha. Azt hiszem, hogy nagyon szép mondat volt. Egy kicsit, akkor Barbarához fordulok, ismételtem, hogy te ezeket a gondolatokat a saját sorozatunk tekintetében mennyire tartott fontosnak? Tehát akár az igények felmérését, akár pedig a közlést zenében. Mind a kettőt fontosnak tartom. Tehát ugye magát azt, hogy az ember befogadó legyen, az mindenképpen egy nagyon fontos dolog, hiszen azért vagyunk ott, hogy egy kicsit mást kapjunk, hogy egy kicsit kiszakadjunk a hétköznapokból, és hogyha vannak nagyszerű zenészek, akik ezt segítik nekünk elérni, vagy eljutni egy olyan lelki állapotba, ami nekünk jó, akkor mindenképpen érdemes erre odafigyelni, hogy befogadóak legyünk, és ne az legyen, hogy én ezt nem ismerem, akkor nem is akarom megismerni, nem akarom, hogy ez engem elérjen, hagyni kell, hogy az embert... Szerinted egy ilyen sorozat esetében fontos az, hogy aki oda bemenjen, az utána megváltozzon, más emberként jöjjön ki, vagy ez hozzá kell segíteni? Nem kötelező megváltoznia, de... Én se, egy kicsit provokatív volt a kérdés. De persze, tehát, hogy fontos, hogy az ember úgy menjen haza, hogy ez egy jó élmény volt, és hogy ez neki kell, és legközelebb is el akar jönni. Benned például volt olyan, hogy ott hallottál valamit, és egy picit elgondolkodtál rajta, vagy egy másik világba lettél kíváncsi? Volt-e ilyen a most már 6 koncert alatt? 5? 5. És az 5. volt az. Tehát nekem a Liliánéknek annyira fantasztikus koncert volt, hogy engem az fogott meg a legjobban is. És úgy mentem haza, hogy,
hogy ilyen boldog voltam, tehát hogy nem volt semmi okom, de csak olyan boldog voltam, és úgy sétáltam haza, hogy most ez nekem nagyon jól esett, és olyan tiszta szívvel mentem haza. Azt hiszem, ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon várom akkor a többi koncertet is. Hogy nagyon-nagyon fontos, és itt talán a sorozat és a Dináik missziója össze is kapcsolódik, vagy legalábbis nagyon bízunk benne. Aminek kíváncsi vagyok, mert ugye ez a koncert szépen lassan lezajlik, hogy utána milyen távolabbi terveitek vannak, akár a nagy együttessel, vagy akár duóban? Az a szerencsés helyzet, tehát most elő, hogy áprilisban rengeteg felkérést kaptunk, és van olyan nap, amikor kettőt is, és nem tudtuk az egyiket elvállalni, tehát nagyon tele leszünk, megyünk Dublinba is most áprilisban, a Dáviddal duóba, és a nyár folyamán meghívást kaptunk a Zsidónyári Fesztiválra, amely egy teljes felállással fog megnyilvánulni. Még nem vagyok teljesen biztos a nyári tervekben, ez még alakulóban van. Igen, igen. Azt hiszem, neked nagyon speciális is a dolgod, mert nagyon-nagyon egy nagyon szép és érzékeny művészi pályát kell egy úgymond egy családanyával összekombinálnod, ezért ez nehézség lehet valamennyire. Mert azért nagyon odaadó anya vagy, nagyon-nagyon igényesen és odafigyeléssel neveled a gyereked, és közben pedig a színpadon is 100%-on vagy. Ez nem túl nehéz? Nagyon, iszonyú nehéz. Most érzem ezt, hogy ez mennyire nehéz, mert az anyaság engem nagyon a földön kell, hogy tartson. Tehát anyának lenni az egy nagyon komoly materiális munka amellett, hogy érzelmileg támogatod a gyerekedet természetesen, de ezek nagyon-nagyon egyszerű és kézzelfogható dolgok. Adjál neki egészséges ételt, fektesd le aludni, vidd el az óvodába, a kórházba, hogyha beteg, és ebben nekem helyt kell állni. Én egy nagyon szétszórt bohém művészember vagyok. Nekem ez egy óriási kihívás. Én azt gondolom, hogy állom a sarat, de mellett a színpadon tehát ott viszont megőrülök. Tehát elengedem az összes világi elvárást, és az számomra egy transzcendentális élmény. Iszonyú nehéz külön választani a kettőt, viszont külön kell, mert a gyerekeimnek nem egy lebegő anyukára van szüksége, hanem aki két lábbal áll a földön, viszont a koncerten meg igenis az embereknek extázisra van szüksége, transzcendentális élményre van szüksége. Az emberek azért mennek el a koncertre, hogy elszakadjanak a mindennapok súlyától, és ebben próbálom megtalálni a balanszot több-kevesebb sikerrel. Szerintem három dal elhangzott már, és el fog hangzani itt a riport során. Hát azt hiszem, hogy ez is már jó előszele lesz annak, hogy mit hallhatunk a koncerten. Új dalokból is fogtok előadni a koncerten, vagy csak a régiekből? Új dalokból is. Most felvettünk a Dáviddal egy jazz demo lemezt, és azok a dalok is fel fognak csendülni. Tehát akkor a jazz is azért keményebb meg fog jelenni. Erőteljesen jelen lesz a jazz, és azt gondolom, hogy egy nagyon kis különleges élmény lesz. Lassan riportunk végére érünk. Kérlek mind a kettőtöktől egy-egy mondatot, avval kapcsolatban, hogy miért érdemes eljönni a koncert, akkor kezdjük a Ninával. Azt gondolom, hogy aki feltöltődésre vágyik, egy kis őszinte gyönyörűségre vágyik a szívében, annak érdemes eljönnie műfaj orientációtól függetlenül. Én nagyon szeretettel. Kis lélegmelegítő gyöngyszemet fognak kapni, és új világot nyílik meg nekik. Bízom benne. Én is úgy gondolom, hogy egy meghitt családias környezetben, nagyon kedves emberek között eltölteni egy ilyen fantasztikus estét mindenképpen mindenkinek megéri. Úgyhogy úgy gondolom, hogy jöjjenek el. Hát én is ugyanezt javaslom a kedves hallgatóknak, és aki érdeklik az ilyen típusú zenei élmények. Nagyon szépen köszönöm két régi kedves ismerősömnek és vendégemnek, Dinának és Barbának, hogy itt voltak, illetve a hallgatóik megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották. I'm a little bit
című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet!